Hölgyeim és uraim, Busa Pista, hogy vagy? Köszönöm szépen, jó vagyok. Minden jó, minden jó. Bizony. Beszélgetünk itt a felvétel előtt egy kicsit, és elhangzott egyébként egy érdekes mondat a szádból. Ezzel már én be is indítom egyből a beszélőkéret. Azt mondtad, hogy lesz időt képregényt olvasni, mert hogy lesz decemberben egy időszak, amikor lófasz nincs. És én egyébként úgy ismertelek meg téged, hogy te szerintem nem nagyon szeretsz a seggeden ülni, mert csak most tudnék mondani 5 produkciót, ami benne vagy, és nem sok ilyen ember van. Nem, igazából az az oka, hogy gyermekem született 3 hete, és most vele is akarok időt tölteni. Uh-huh. És amíg otthon vagyok, így nagyapáson szépen előkapok egy-két képregényt, amit még nem bontottam, ki nem volt időm. Uh-huh. De ugyanúgy levadászom az összeset, amit lehet, és olvasom meg, gyűjtögetem, sorba rakom, stb. Na, akkor ilyen igazi gyűjtőben van. Igen, és legalább van előttem még egy 150-200, amit ki kéne olvasni. Az király, és akkor ez most a ilyen kis ünnepi pihenéses, lazább időszak a képregényezés, és akkor utána indul a darab vissza? Az van, hogy nálam nincs szünet, szóval hogy mondhatom azt, hogy most nem csinálok decemberben semmit, de úgy is csinálok. Szóval tegnap is csináltam. Nem tartanak pisztolyt a fejemhez, hogy csináljam, de nem telik el úgy nap, hogy ne írnék 16 sort, és nem mennék le a pinyóba egy kicsit scratchelni, vagy csinálni egy beatet. Ha nekem van időm, akkor lemegyek a pinyóba, nekem ez a szórakozásom, szóval, hogy nem csak profi vagyok, hanem ezt hobbinak is felfogható, szóval, hogy... Mondjuk az a legkellemesebb, igen. Így van, mert amit szeretek, úgy csinálom, és ez érződik is az egészen. Hmm. Nekem is egyébként sokan szokták kérdezni, tehát, hogy miért nincsen gyakrabban fellépés, és egy idő után észrevettem, hogy ilyen munkává vált, meg úgy keltem fel, hogy fú, ma ez van, inkább, ilyen jó lenne inkább nem elmenni, és akkor kellett egy kicsit lazítani, meg pihenni, hogy megint legyen az, hogy akarom csinálni, és akkor így beütemeztem, és így most tök jó. Úgyhogy persze, mert ha több mint 100 fellépésed, vagy 150 van egy évben, akkor utána így átértékeled, nekem 10 évig ment ez. Szóval azért így megéreztem, egyszer-kétszer elgulult a gyógyszer, úgy értem, hogy évvégén volt egy-két kimerülés, de hát oda se neki, ez ezzel jár. Jó, a könyves, hogy akkor ásik a fejedre a tégla, vagy valami. És mondjuk lehet nincs időd, vagy nincs lehetősége, de szünetet tartani. Meg nem látsz nőt, hanem csak a falat bámulod meg a fánglit. Igen. És kisfiú vagy kislány? Kislány, szóval kislány. Én csak lányokat gyártok. Igen? Akkor ez 17 éves az idősebb lányom, és akkor 3 hetes a zsírúj. A zsírúj lányod, igen. Mondjuk te így akkor tapasztaltabb vagy ebben, de emlékszem még annó ilyen ismerőseim, barátaim, akiknek gyereke lett, és így mikor mondták, hogy hát jöttek a tejfakasztóra, és na, kisfiú vagy kislány, és így, hát lány. És így látod, hogy már elkezdtek őszülni a tejben. Persze, mindenki azt akarja igaziból, hogy fia legyen, de én nagyon örülök a lánynak. Uh-huh. Magamból kiindulva, én 16 évesen letipliztam otthon, nem voltam olyan hálás gyerek. Uh-huh. Szóval ezt gondolom, a fiam menne ugyanezt tenni. Nem biztos. Én meg nem örülnék, ha 40 éves koráig otthon ülne. Jó, hát szóval valahogy mi ilyenek vagyunk. Szóval ilyen a lányom is. Ja, ő is lepattant tavaly otthonról, ugyanezen az okokból, szóval, hogy próbál minél előbb önálló lenni. Ma rohan a világ, és mindenki sokkal gyorsabban nő fel. Aha, hát mondjuk igen. 16 éves koromban elkezdtem dolgozni. Sőt, 14 éves koromban elkezdtem dolgozni. Azért, hogy meglegyen az első Adidas cipőm. Minden, amit akartam, kazetták, stb. Meg tudjam venni, el kellett menni kőműveskedni, nincs mese. Mindenkinek azt ajánlom, aki teheti, az menjen el dolgozzon. Akkor még egyetemisták hordták nekem a maltert. Mert hogyha eljött 2 hónapra, összeszedett annyi pénzt, hogy elmehessen valahova nyaralni külföldre. Hát mondjuk ez más világ volt, igen, most 2 hónapi kőműveskedés. Figyelj, most elmész egy gyors étteremben, nem biztos, hogy megkeresed azt a pénzt, amit ők régen, tudod, hát 2 hónapra egy nyári munkára. Mindenki elhatározástól függ az, hogyha akar valamit, akkor megteszi. A tesz érte, biztos el fogja érni. Igen, mondjuk egyébként vagyok annyival fiatalabb nálad, hogy amikor én elkezdtem ilyen 16 évesen dolgozni, akkor az pont ilyen lebegésre volt elég, tehát hogy így szinten tartsd magad egy kicsit, és úgy közben suliba járjál. Tehát, hogy persze, egy-két cigire meglegyen, vagy ha csajozzol, akkor meg tud hívni egy fegyire, vagy bármi ilyesmi. Nagyjából ennyire volt elég, igen. Meg hogy így, tudod, így hazasegíts valamennyit, vagy még mégis ilyen legyen egy kis löket, de így igazából már ilyen túl sok nem volt. Én gitárt vettem egyébként, ez volt a legelső, mert említetted a kazettákat. Meg itt beszélgettünk egyébként az albumoid kapcsán arról is, hogy te is ilyen fizikailag szereted megfogni ezt az albumot, persze, hogy meglegyen, meg ugye te is így gyártod őket. És én annó, ja, Brink kazettákat, CD-ket vettem tiszta erőből, meg gitárt, és
egyszer kaptam egy, a legelső és legutolsó igazgatói intőmet azért kaptam, mert egy évfolyamnak lemásoltam az Eminem Marshall Mathers albumát. És így tanárok így belehallgattak, és nekik annyira nem tetszett a dalszöveg, mint nekünk. Úgyhogy azt így utána mindenki így, hát köptek egyet. Én voltam a terítő, és egyből felnyomtak, úgyhogy mondták, hogy hát a Biri az másolja teljes erőből otthon a kazettát, egy ilyen két kazettás magnóval, tudod így. Úgyhogy, ja, albumok. Mutatsz nekünk egyet-kettőt? Hát ugye 2010-ben kijött a Gyémánt Fater, ez elég rég volt. Az egy Gyémánt ilyen... Fater. Igen, az volt az el... hogy legyen benne egy poén, tudod, bizony? Igen, igen. Igazából ilyen 24-26 szám alá nem nagyon adtam egy lemeznél se. Szóval, hogyha csinálsz valamit, akkor most egy fél órás cuszra azt mondod, hogy egy album, nekem az még mindig valami maxiszerű vagy EP. Mm-hmm. Szóval én a Cypress Hill-érában nőttem föl, meg House of Pain-be, és ott egy lemez vagy Ice Cube, egy óra volt legalább. Igen. Minimum egy óra. De szóval még mindig a pánzenekarok is tolták egy órát egyébként. Hát persze, most attól, hogy két perces egy számod, attól... Attól rátetsz 20-at, igen. Százszor annyi kell. Busás haszon? Busás haszon, azon sok előadót hívtam el, és az életben nem tudtam így bemutatni a lemezt, mivel hogy annyi előadó van rajta, legalább olyan 15, amit így nehéz egy estére elhívni. Aha. Nem, szóval csak az, hogy az ország különböző pontjairól eljön az összes MC-t, még hogyha nem is tudtam volna őket kifizetni, hogy fellépjünk, akkor sem valósítható meg, viszont stúdiólemeznek meg tök jó. Itt nincsen feltüntetve, mert hogy szerintem én nem látom, hogy kik közreműködnek rajta, mondasz egy-két azért nevet? Mert oda bent van igaziból, már mind van belül egy ilyen kis rész, és akkor abban van igazírva. Figyelj, Hybridtől kezdve a Fantasztikuson keresztül a Tiba, Fett, nagyon sokan rappelnek rajta, szóval elképesztő jók is összehozás. Meg az elsőnél is volt Bobakrom, meg egy Ponzáék, egy csomó olyan arc, akit nagyon szeretek, Faktor csinálta a beateket. Utána jött egy olyan időszak, hogy 4-20-0-24-ig. És ennek a lemeznek az a története, hogy 100 darabot csináltam, és mindet a saját kezemből adtam el. Igen. És ezek az emberek, akik megvették tőlem, azok találkozhattak velem, saját lemezemet a kezükbe adtam, és ezt amerikai sráctól tanultam, a Black Moon producerétől, hogy én megnézem azt, hogy kinek adom el a CD-met. Érted, én mindent nem fogom odaadni, majd megnézem, hogy ki az, aki. Mondjuk ez és egy tök jó érzés volt az, hogy látom szemtől szemben, hogy milyen emberek, meg lányok, fiúk hallgatják a zenémet, és szerintem nekik is jó, hogyha én saját magam adom a kezemből oda a CD-t, és ezzel együtt csináltam akkor egy képregényt, ami olyan sokba kerülne, hogy kiadjam, hogy sokszorosítsam, hogy keveset nem érném megcsinálni sok, meg mit tudom én, 600-800 ezer, 1 millió forint lenne, hogy kiadjam. Én nem akarom az egész világot ezzel elárasztani, ez csak ilyen exkluzív cusz lett volna, hogy csinálok 100 darabot, meglátjuk, mi lesz. Szóval ez már egy elég régi történet, egy 5-6 éve rajzoltuk a Molnár Mátyásomat haverommal. Ketten 42 oldalas képregényt, és még nem jelent meg. Szóval még van mit kiadni, van, tudod, ha már képregény fan vagyok, akkor egyszer az enyémet is meg kell csinálni. 24 szám van ezen is, ahogy látom, igen, így. Hát jó, abban talán van egy-két skit, ami ilyen átvezető szöveg, de legnagyobb része zene. Uh-huh. És akkor jön az Eurodiziákum, ez a legutóbbi, ami kijött, és meg a PlayStation 4 is beszponzorált. Ne szívas. Na pont most beszéltünk. Kaptam egy gépet. Igen? Egy ilyen 8 magos szupergépet, ami köszi a PS-nek. Ja, shout out a PS4-nek, mert ellátott akkor. Összekötöttem a PS Vitával, nagyon jó volt. Na. Sőt, mai napig kínálom. És akkor van egy, ami még nem jött ki. Ez lesz az újja. Ez a még nem jött ki? Még nem jött ki. Jézusom. Holnap készül el, ha igaz, a borítója. Teljesen, ez még csak egy ilyen vázlat, de dupla CD lesz, szóval ez a 40 szám lesz. Nekem ez a vázlat nincsenek ilyen összekötők, meg ilyesmi. Igen, Idar rajzolt, aki nagyon ügyes. Kicsoda? Idar. Idar. Nagyon jó grafitis az régi időkből. Őt el lehet érni social médián valahol? Persze, majd átdobom a linket. Jó, ezeket, hogyha tudod, így fejben vagy valami. A Valendalon csinálta a mixeket, rendkívül ügyes srác, aki ilyen grime-okat, meg hasonló újfajta zenéket csinál, elektromos zenéket. És legalább olyan, mint egy Ninja Tune, egy DJ Crash, vagy bármi, szóval érdemes őt is figyelni. Ő csinálta a mixeket, két hét alatt kimesztelt 40 számot. Mondjuk az azért elég kemény. Köszi szépen. Igen. Köszi szépen, valami. És akkor itt vannak még olyan dolgok, ami
Szóval 40 éves lettem, és akkor felhívott engem egyszer a Kovács Tamás Rasta. Mi lenne, hogyha kiadnánk 4 lemezt az életpályádból, 4 együttesed, ami most is fut, ugye már több mint 15 éve mennek, van, ami nem. Tudod, például a Mangáni az olyan 2-3 éves dolog. Mi lenne, ha csinálnánk mindegyikből egy kis lemezt? Szóval az lett volna, hogy lett volna 7 incses lemez, 4 darab, és akkor az volt az ötletem, hogy mi lenne, ha ebből így kijönne a pofám, hogyha 4-et egymásba rakod. És akkor hívott a Rasta kb. Egy hét múlva, hogy beszélt az arccal, és azt mondta, mi lenne, ha nagy lemez lenne, hogy 42 perc legyen egy lemezen. Hú! És akkor már kijött belőle 3. Az egyik az Ári Mafia, a másik a Zuboly, a harmadik a Bupino és a Mangáni. Nem is túl drágán, tőlem is kapható, Budapest vinyl gondozásába. És jön a 4. decemberbe. De király. Meg tudjuk, össze tudjuk rakni így egy pillanatra, hogy akik nézik a podcastet, nem csak hallgatják. Azokból így képzeljétek el valahogy. Hoppá, kicsit nehezebb így összerakni. Segítek, az egyik szemedet megfogom. Fogd az egyiket. Itt a másik. Ott a másik, igen. És akkor az alá jön a másik. Ugye ez ide jön? Igen. Aha. Jó. Úgy így jöttünk sorrendbe. Nagyon király. Hogyha 2 vesz valaki, akkor egy fél arcot kapjon. És rögtön a 2 szemet, és akkor a 4. pedig Mangóval lesz az MXB, ami a közös, végülis a gimisátnak a folytatása. Uh-huh. Soha nem hagyódott abba ez a dolog, hanem csak szépen szüneteltünk és folytattuk, szóval ahol abba hagytuk, azt folytatjuk. Nagyon király. Olyan, mint egy beszélgetés a barátoddal, akit annyira ismersz, hogy legközelebb ott folytatjátok, ahol abba hagytátok egy pár éve. Igen. És ennek az eredménye ez a lemez. Aminek a címe? 38 MC van, Hungarian Hip Hop History. Nagyon király ez a borító is. 36 MC. Ez majdnem, hogy 40 MC lett rajta. És akkor ez is az összes beatet a Mangó csinálta. Aha. Annyi, hogy én ötletgazda voltam ebben, hogy összehívtam az arcokat, meg megálmodtuk azt, hogy melyik beatre kit gondolnánk. Na, még van is egy pár ismerős arc rajta. Itt a Gege, ha jól látom. Hogyne. Itt van a... Új, srácok, mindig elfelejtem a nevét, pedig egyébként ilyen nagy munkahelyi himnusz a Füligér, a mulatóasztékoktól. Tink, igen. És nagyjából egyébként... Mikey-nőnket is megismered, nem? Vagy Ketyóst. Vannak itt arcok, itt a Ketyós. Nagyban a Mangónak a feje van. Aha. Háttérben. Ez rohadt jól néz ki, ez a borító. Nospa. Szóval vannak itt bőven a régi generációban, az újból. Hát így a hip-hop egységét mutatja meg az, hogy igaziból nem halott ez a dolog ebben az országban semmi. Lehet csinálni abszolút valami olyan válogatást, hogyha megveszed ezt a lemezt, akkor egyszer a 38 MC-t hallgathatsz egy lemezen. Igen. Ha megvesz egy lemezt, azon hallasz egy-két feat-et, egy-két emberrel. Itt viszont minden szám más előadókról szól. Zsírúj számok, szóval nem egy Greatest Hits. És akkor ennek úgy néz ki, hogy a második részét is meg akarjuk csinálni, és akkor abba is bele kell vágni a fejszét. Ez legalább 2 évig tartott, mire mindent összehoztam, úgyhogy dalszövegtől kezdve minden benne legyen. Mindenki fölvegye a részét, meg legyen elégedve azzal, amit csinált. El is küldje. Király. Tudod, ez azért így az adminisztrációs munkás. Igen. Jobban szeretem azt a részét, hogy oda kell állnom a mikrofonhoz, aztán pofáznom, de mivel hogy valahogy kivívtam a tiszteletét ennek a szakmának, meg ezeknek az embereknek, ezért hallgattak rám, és megcsináltuk, amennyire tudtuk. És szerintem bomba lett. iTunes 200-as listáján első lett. Ne, de király. Szóval valamit jelent. Igen. Mondjuk egyébként így visszatérve, ugye, amit mondtál, hogy nem olyan halott ez. Egyébként így, ahogy így általatok is, meg így a ugye Edisonban annó volt, a mulatóasztékok is csináltak egy hatalmas bulit. Én ott döbbentem rá, hogy igazából, hogyha ez ilyen hogyha keresel, akkor megtalálod kategóriájú ilyen underground szín, hogy nyilván a tévé nem fogja ontani, és persze, nyilván a kereskedelmi televíziók filmesőr időben nem titeket fognak nyomni, meg reklámozni, meg stb., mert ugye tudjuk, hogy milyen televíziózást élünk ma. De ja, ha utána nézel, akkor viszont ilyen vége láthatatlan lista. Tehát, hogy tudsz menni hip-hop buliba heti 4-szer Budapesten, és akkor ki tudja, hogy vidéken mi van. Tehát ott is biztos vannak csoportosulások, akik... Meg egy évben egyszer szokott lenni ez a secret reality, és akkor találkozunk mindenki mindenkivel. Nagyon jó. És az összes generáció összefut, minden nagyon rég látott arcok összefutok. Graffitis, brékes, tök mindegy, deszkás, bringás, scratches, vagy éppen a Bihari, aki csinálja ezeket a lemezjátszókat,
millió arca vagy, respect real hip-hopos arcokkal, mindenkivel összefuthatsz egy ilyen bulin. Rosszul érzem, de javíts ki egyébként, hogy nem tudom, mert így saját tapasztalatom alapján, amikor olyan hát 90-es évek vége felé volt egy ilyen felfelé, így hip-hopban, amikor mindenki rappelt, mindenki bőgatja, mindenki graffitizett, mindenki megpróbálta egy kicsit a deszkát, meg stb. És most egy kicsit ez lejjebb ment, vagy csak én fókuszálok más. Ugye divat lett a rap, hát volt, én szóval, én most már 25 év állok a színpadon, gyerekkorom óta imádom ezt, szóval 10 éves koromban már benne voltam az Ászba, a Geszti műsorában, akkor már beatboxoltam ott, szóval, hogy az elejétől láttam az egészet, és így van, 90-es évek, hát hogy mindenki rappelt, az túlzás, itt volt a Fila Rap Jam, volt 180 jelenkező az országban, az nem rossz arány amúgy egy 10 milliós országban, nem? 180 zenekar. Hát az elég. Ez nem is 180 ember, hanem mondjuk így 250. Igen. És akkor bekerültünk a döntőbe, és akkor végül is ötödik lett az én zenekarom, ami akkor már a Roots és a Jazz Matáz irányát követte. Gyerekkorom óta imádom a jazzt, és ezért ezt próbáltuk, ezt a gurus vonalat belevinni. Még senki nem tudta, mi a Size Scratch, meg egyáltalán, hogy mi az a Roots. Most már az is divat lett. Persze most már nem annyira divat az élőzene, mert mindenki a gép dobot nyomja, tudod, a mai világba. Viszont én azt mondom, hogy 2000 fölött is voltak érdekes zenék. És most is vannak olyan zenék, csak meg kell találnod. Igen. Most annyi, hogy az egészet, most egy kicsit hülyén fog hangzani, de olyan, mintha egy gyémántra ráöntenél nagyon-nagyon sok kukoricát, de az a gyémánt amúgy ott van az alján, csak azt meg kell keresned, és sok szar kell arrébb lapátolnod, hogy a végén meglegyen az, amit keresel. Hát igen. Szóval nézd meg, például én napra kész vagyok, ott van Madlib, aki most kiadott az Outkast-tal egy lemezt. Két napja. Kirogtam, sok embernek fingerem volt, hogy ez van. Követed, és napra kész vagy a mai világban. Ez az egyetlen egy előnye a digitális dolgoknak, hogy van egy Spotify vagy bármi, hogy nem minden jelenik meg, sajnos lemezen nem lehet megvenni, viszont ha ma megjelent, akkor én ezt ma meghallgatom, mert előfizettem. Szóval napra kész tudok lenni, és ajánlom mindenkinek, hogy jönnek az új dolgok, gyerekek, zsírúj cuccok, nagyon jó zenék, és ráadásul magyaroktól. Attól, hogy nem magyar a neve, attól magyar, az attól magyar a cucc, igen. És például a Valendelonnak ez a Horizon lemeze, ez olyan, hogy lehidalsz tőle, és tök jó az egész lüktet, teljesen benne van ez a Ninja Tune-os Big Dadás vonal, amit én nagyon szeretek, meg World Sound-os, ami egy kicsit ilyen mélyebb hatáskeltő zenék. Igen, de egyébként szerintem én ezért rúgok vissza mindig a Biggie Tupac részre, mindig, mert nekem oda húz a szívem, mert hogyha meghallgatod szöveg nélkül a zenei részt, egyszer akadtam rá, így csak beírtam YouTube-ra, azt hiszem, hogy a Biggie-től a Sky is the Limit című szám, az nincsen fent, vagy nem volt fent nagyon sokáig iTunes-on. És akkor nem tudtam hallgatni. És így mindig YouTube-ról hallgattam meg. És akkor néha rányomtam véletlenül az instrumentális részre. És így, mondom, ez komoly zene. Bizonyára. Mi történik? Tudod, és akkor néztem, hogy mondom, biztos félre nyomtam. És ja, hogy nincs rajta a szövegelés. És egyébként nekem ismered ezt a számot egyébként? Persze, természetes az alap. Jó, sőt, meg is van vakarítva. Ez egy hülye kérdés. Még arra is emlékszem, régen ugye csináltak róla a filmet, és hogy Biggie-nek is valahogy el kellett ezt magyarázni. Hogy ez nem elég, hogy egy brooklyni kemény rapper vagy, és nyomod a szöveget a rapben, hanem azzal a feloldással, ami van a refrénbe, azzal fogod, a csillagos ég lesz a határ. Igen. Hogy a Puff Daddy-nek ez volt érzéke, tök mindegy, hogy ki mit mond és ki mit gondol, ez a valóság. Hogy Busta Rhymes is csinált már erre kerül számot. Hiába ő a világ egyik legjobb rappere, valamivel el kell adni, hogy az emberek jobban odafigyeljenek, mert a rapre magára akkor figyeltek, amikor keletkezett. A 80-as években figyeltek fel rá igazán. Szóval az, hogy Tonlok 3 évig rajta volt a Billboard első 3 helyezetében, az nem hiába Funky Comedina. És ennyi. Igen. Egy-két számot kell csinálni, és vége, mindenki megvan. Hát meg ez olyan, hogy Eminem is csinál lazább, meg ugye neki is voltak, szerintem ő ezt a be kell kerülni, meg kell mutatni magadat, ezt ő nagyon ügyesen csinálta ugye az alter egójával, ami ugye a Slim Shady, tehát ez a bolond. Hát meg az, hogy mennyi rímet tud írni egy, nem, szóval, hogy minden fekete azt mondta, hogy ez a gyerek, ez ilyen nincsen. Szóval, hogy a mai napig, hogyha beszélek valakivel, mindenki úgy mondja Eminemet. A fehér az más tészta, szóval egy fehér magyar rapperrel beszélek, ő nem szereti Eminemet. Én imádom Eminemet. Az igazság, hogy én nem olyan régóta szeretem Eminemet. És mindig elismertem valamennyire, de nem tetszett a hangszíne.
A Birillé tetszik a Cypress Hill-ból, hogy de az Eminemnek még nem tetszett. Igen. Mondjuk Eminemnek jobban szerettem a mély tónusú rappereket, vagy M.O.P.-t, vagy bármi más, csak ne ő legyen. Eminemnek viszont... ilyen karszos, mintha mindig ordítana. Pedig igen, nem. Most. Igen. Most már olyan. De igen. Amikor Slim Shady volt, akkor ilyen kisfiú hangja volt. Hát persze, de az ugye az arról is szólt, hogy egy kicsit tudod, be vagyok kattanva, és akkor beszólok mindenkinek gyorsan egy szám alatt, így 60 embernek. Mondjuk, ja, mit akartam? Úristen, valamit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Ja, igen, a Sky is the Limit-re vissza, hogy ugye én sokat hallgatok így ilyen repet, és a Sky is the Limit volt, ami ilyen utólag esett le szerintem, mert már egy két hónapja pörgettem azt a számot, hogy ugye, mondom, ez ugyanaz, tehát hogy Biggie konferálja fel magát az elején, és akkor, vagy egy valaki, aki nagyon hasonló hangszínnel van, de mondom, az meg fura lenne albumra rátenni, mondom, ilyenre csak figyelni neki, és utána így hallgatom, nem mondom, ez ő. És ugye úgy kezdődik az a dal annak, aki nem ismeri, hogy régi bőrlek stílusban, ugye speaker stílusban felkonferálja saját magát. Így van. És akkor jöttem rá, hogy ő, ugye a szám is arról szól, hogy Sky is the Limit, hogy az édesanyja nyugtatja, hogy ne legyen belőled bűnöző, blablabla, blablabla, hanem bármit elérhetsz, hogyha oda teszed magad, és akkor jöttem rá, hogy ő igazából gyerekfejjel konferálja fel magát, mint majd felnővő rapper. Tehát igen, mint találtam volna a jövőjét, egy utópia. Az egy fantázia benne. Na, ez az, ami nekem nagyon hiányzik ma, úgy a rapből, ez az ennyire okos megoldások, meg ez az ennyire mély dolog. Mert most, ha megnézed, bekapcsolod a tévét, szerintem te még rosszabbul érzed magad, mint én, hogy mi van ma a rap szinten így a világban. Figyelj, sok mindenre mondják, hogy rap zene, de nem az. Hát, szóval, hogy egyszerű az egész. Hogy lehet rajzolni egy pálcika embert, és azt mondani rá, hogy ez a Thanos, de nem az a Thanos. Tudom? Nem a Thanos, így. Sok minden van a világon, ami nem úgy működik, mint ahogy gondolják. Például sokan mondják azt, hogy van flowjuk, de nincs. Azt se tudják, mit jelent, azt se tudják, hogy ki a Csíkszentmihályi Mihály. Nem tudják ennek az egésznek az eszenciáját, az, hogy ez egy tök jó folyamat, és ami elragad téged, és ha így tudod az életedet, meg a zeneidet, meg az egész elmédet meghatározni, hogy mi az, ami téged örömmel tölt el, és mást is, akkor már nem egy munkát látsz, hanem egy tök jó örömszerzés lesz, és függőjével válsz annak, hogy a mikrofon előtt álljál, és szövegeljél, vagy zenélj egy gitáron, és megérzed az egészet, hogy már nem kell izgulnod azon, hogy mi jön a következő sorban, hanem úgy jön ki, ahogy akarod, sőt, még meg is lepheted magad vele. Igen. Ezt az emberek nem veszik észre. Sokan beszélnek arról, hogy mi a flow, de nincs bennük. Hát ezzel stand-up kapcsán találkoztam, hogy mindenki csak emlegeti a flow-t, aztán amikor ott van az a 10 perc, amikor meg kell villantani, akkor annyira nem sikerül. Ebben mondjuk egyébként magam is belecsúsztam sokszor, de utána így... Ja, amikor könnyeden jön, akkor nézd meg a Romhánynak egy videóját. Bármelyiket. És ahogy elmondja a saját versét azzal a beleéléssel, azzal a ritmikával, azzal a feelinggel, ott a flow, barátom, és kész. És ezt igaziból nem is nagyon kell megmagyarázni, ezt így valahogy érezni kell. Hát igen, nem és majdnem mondani. Nagyon sok rapperben ez benne van, akiket én szeretek, ez a flow. Attól jó az egész, és nem attól, hogy mennyire rímel, hanem hogy elő tudja adni. Ott van például Oldery Bested, soha nem volt olyan éneke, ami ne lett volna hamis, de a karizma az ezerszer nagyobbat mutatott bárkinek, mindenki olyan akart lenni, mint ő. Hát igen. Olyan részeges, meg úgy bolondozott, meg minden, és a fél ország arra őrült meg, hogy úristen, az egy részeges karatamest. Hát igen, de ő volt ő, tehát ez hát nem, igen, nem ez egy ön, volt. Önazonos hanem, ember igen. volt, persze, hogy a karakteredél feláldozod magad. Igen. Úgy, ahogy én Busa Pista vagyok, és ez vagyok, ezen az én pofám, az én nevemmel, ahogy születtem, és én azt mondom, hogy én vagyok ő. Igen. És nem találtam ki valami szuper ufós nevet, valami őrületet, egy maszk mögött, vagy valami, és lenne egy karakterem, aki bármit elbír. Igen. Mert az csak egy bába, ami bármit mondhat, mert ő csak egy kitalált karakter. Tehát akkor ahogy a képregényben, tudod? A cél az volt valójában, hogy leülj magaddal egy cigi meg egy sör mellé, nem? Persze. Tehát egy jó társaság legyen saját magadnak. Hát ez a lényeg, hogy ami téged szórakoztat, szóval nem mindenáron másnak csinálom ám a zenét. Az, hogy ők szeretik és tetszik nekik, azt nagyon szépen megköszönöm és örülök neki. De a valóság az, hogy a saját szórakoztatásomra csinálom, ennyi, és minden zenét úgy csinálok. Vagy a barátaimra. De ez jó egyébként, mert hogyha két ember megy el a koncert, akkor két embernek kell odarakni. Hát, hogyha kettős, akkor csempének kell odarakni. Szóval, hogy nálam persze. Nincsenek ilyen akadályok, hogy 85 000 ember van, mint régen volt a szigeten.
Jó, azért megéreztem azt, amikor Robbie Williams előtt nyomtuk. Mm-hmm. Az nagyon sok ember. Nagyon-nagyon sok ember. Szóval azon már átütött a pia meg ez az. Igen. Tudod, mert előtte nem üt át semmi. Egy pár ezer ember 10-15 ezernél nem üt át. Mm-hmm. Komolyan mondom. Akkor még nincs rezgés a lábadba, a felmész. De és 80... ugyanaz 85-nél már ott van. Már rezget, ja. Akárhol nézze, és a végtelenségig ember nagyon igen. Jó flash volt. És akkor végre beérett a dolog, meg minden, tök jó érzés. Ugyanez volt, amikor a Zöld Párdon bezárták régen, és akkor hívtak minket rappelni. Ez egyébként, melyik, fel tudsz idézni egy ilyen kedvenc fellépést, ami valamiért így megragadt, és így persze. Benned van nagyon? Snoop Dogg előtt léptünk föl a Balaton Soundon, régen még ilyenek voltak. Hmm. Meg a Beastie Boys előtt léptünk föl. Dust FX felhívott a színpadra, Rugged Man felhívott a színpadra, Redman-nel összefutottam egy shopba. Szóval nekem nagyon sok élményem van, aki a rappet csinálja, akkor valahogy összefut azokkal, aki a gyerekkori kedvence, és én, szóval én elkezdek nekik egy kicsit beatboxolni, rárepelik a szövegüket, haverkodunk, elszünk egy cigit, vagy valami, ennyi. És mi már egy ilyen kapcsolatban vagyunk, és akkor mondja, hogy figyelj, tök jó rappelsz, de nagyon szarul táncolsz. És akkor mindig ezt kapom ilyen Los Angeles-iektől, hogy valaki, aki idejön, mutass valami táncot, és semmi mozgásod nincsen. De jó a szöveg, meg tetszik, de ez Kaliforniában rupót nem érne, ott még az is, hogy szívolk a táncod, de azért minden, persze rá kell játszani, de szerintem az már egy másodlagos dolog. Hogy rájátszik valaki szarul reppel, az rupót nem ér. Ha nem játszik rá, de jó reppel, az ér valamit. Szóval, hogy én így vagyok vele, hogy a metalban sem az, hogy most valakinek milyen a haja, vagy hogy játsz az agyát, vagy milyen villám van a gitárján, hanem a teljesítmény a lényeg. Hát figyelj, nekem a Slipknot tetszik például, és nem a zsíros hajuk tetszik, hanem a zene. Igen. Az ott a teljesítményt, én érzem ebben a munkát. Hát figyelj, más kategória, de ott van Liam Gallagher, az Oasis volt frontembere, ugye. Ő sokat baszogatták, hogy ő megállt, ugye a mikrofonálvány fel volt téve a francba, lefelé nézett a mikrofon, hátra tette a kezét, és így felfelé énekelt. És annyit csinált, vagy volt nála a csörgő, és éppen kellett nyomni, vagy ha nem, akkor hátra tette a kezét, és sokan baszogatták, hogy ugye annó, hogy miért nem táncol, vagy mit csinál. És mondja, hogy ő énekelni megy fel. Nem táncolni, igen. Meg ott bolondozni. Igen, tehát ő nézett rájuk, és így van is erről egy interjú a YouTube-on, az zseniális. És így mondta, hogy miről beszéltek? Tehát én vagyok egy frontember, én énekelni megyek fel. Minek csinálják magamból hülyét? Én a hangom miatt vagyok ott. Igen, mert van a Hype Man. Igen. Tudod, hogy a Public Enemy-ben volt a Flavor Flav, hogy yeah, boy, és akkor csinálta volt, ő volt maga a Hype, aki yeah. Mindenkit felspanol. Meg volt a Chuck D, aki elmondta a nagy igazságot. Érted, hogy, ami pedig? Hogy mindenki sokat beszél, de keveset mond. Talking loud and saying nothing. És a másik, hogy repcirkusz, erről is akartam veled beszélni, uh-huh. Van egy ilyen fővárosi repcirkusz, amit az Iron Mafia trombitása Megyes Ádám talált ki, aki tök komoly zenész, nagyon sok. Ez nem is olyan régen volt. Hát bizony, két éve kezdődött kb. De augusztusban volt valami ilyesmi. Mostanában is volt, de hogy az első az akkor volt két évvel ezelőtt, és akkor kipróbáltuk ezt, hogy big band-el rapperek, uh-huh. És akkor 30-40 fúvós, élő zenekar, teljes felszerelés, és NKS-től kezdve, Tékiden keresztül minden, Animal Cannibals, Gangsta Zoliék, amit el tudsz képzelni. Lesz ez mostanában, vagy ez ilyen lesz, járvizom? Lesz, most Újpesten is lesz majd egy buli, majd átdobom neked az infókat, és akkor itt mikor lesz ez pontosan? Azért dobom át az infókat, mert most fejből meg nem mondom neked, mert lesz Mangáni koncert is, nem sokára november 4, vagy nem tudom, valami, nem akarok hülyeséget. Merre lesz? Ez is Pesten lesz, a Robotba. A Jó Robot. Igen, egyszer megjátszottunk. Még egyelőre ugyanígy, ahogy mondom, hogy vannak nagy zenekarok, amiben játszok, Iron Mafia, van kisebb, amiben játszok, a Zuboy, van még kisebb, a Mangáni, és ugyanúgy járjuk azokat az utakat, és azokat a ranglétrákat a zenei pályán, hogy nem próbálom meg valahova befúrni a rockzenekaromat, hogy jaj, most játszunk a tankcsapda előtt, vagy valami. Uh-huh. Lehet, hogy nem is lenne rá esélyem, de nem is akarom egyelőre. Lehet, nem is lenne jó. Nem? Végig vagy akarom ilyen? Ezt az utat. Már nem olyan, szóval, hogy mi olyanok vagyunk, mint régen a tankcsapda, szövegileg, tudod jól. Uh-huh. Szóval persze. Kimondjuk a frankot, és ez van, Hős utca, stb. Uh-huh. És ők meg már más világban vannak. Ők nem a régi önmagukat nyomják, hanem már annyira érett zenészek, hogy nem fogod magadat ismételgetni 30 éven keresztül.
De persze ez nem a punk and roll-t fogják énekelni, hogy lövöm a rakétát, én meg még mindig azt éneklem. És ez azért van, mert én még a rock, meg a hardcore dologban úgymond kezdő vagyok. Az egy dolog, hogy ismerem gyerekkorom óta Buddy Cantot, meg a Judge Benightot, mindent az égvilágon, vagy Propane, Panterát, Sick of It, Elfate, most sorolhatnám reggelig. De attól még nem csináltam. Szóval más az, hogy te rappet hallgatsz, vagy rapper vagy. Igen. Szóval két külön fogalom, és én ezzel tisztában vagyok, hogy rockernek lenni sokkal nehezebb, mint rappernek. Előadás szempontjából. Nem az, hogy milyen gyorsan beszélsz, hanem hogy mennyi energiát emészt fel az, hogy végigüvöltök egy órát a mikrofonba. Hát jó. Hogy szépen elkotyogok ott a rapben, és elhülyéskedek akármi. Egy levegővel végigmondok 8 verszakot, de a rocknál nem így megy. Mondjuk egyébként, amit mondtál, igen, ez engem sokszor kiszokott borítani, mikor ilyen ezer éves zenekaroknak jönnek ki új album, hogy legyen az magyar, vagy külföldi, vagy minden, és akkor tőle megy ez a panaszkodás áradat, hogy de hát a régi, meg a leeső lemez, milyen, tehát evolúciója van ennek is, tehát nem várhatod el, hány éves a Lukás Laci most? Hát 50 fölött van. Na, nem várhatod el tőle, hogy tinédzser dolgokról énekeljen mondjuk ő is. Meg vagy... ha már nem vagy szegény, akkor miért beszélj arról, hogy milyen szegény vagy? Szóval, hogy mindenkinek azért igen. Önazonosnak kell lennie valamilyen szinten. Beszélj arról, hogy honnan jöttél, persze, de ne beszélj arról, hogy nincsen pénzed cigire, mert mit tudom én, mikor tele vagy, mint a szar. Tehát, hogy az most, hogyha valaki azt akarja hallgatni, akkor keressen egy új kezdő zenekart. Viszont ne várja el tőlük, hogy olyan dolgokról énekeljenek, meg rappeljenek, meg bármit csináljanak emberek, ami a kezdésnél volt, mert az már nincs. Tehát, hogy persze. Emlékezni most... lehet rá egy 3-4 mondat erejéig, hogy nem, meg lehet arról számot írni, hogy milyen három. Mert egyébként ott a fiatal gyerek, ugye a Mac Miller, aki nem olyan régen meghalt meg. Én azért szerettem nagyon a rap zenéjét, például egy, hogy a stílusa ilyen nagyon chilles, nagyon laza volt, meg neki mindig volt egy albumon legalább egy vagy két szám, ami arról szól, hogy ő rohadt hálás azért, ami van. És tudod, ez persze. Is egy ilyen, persze, adjál, tehát így emlékezz meg saját magadnak arról, hogy fú, ez de szar volt is most, de jó, és a kettő között mi történt. De nem lehet arról albumot írni soha többet, hogy bazeg nincsen egy kajára pénzed, amikor egy Hollywoodi mansionben lehet, vagy... Lehet, úgy, mint a Slick Rick, hogyha te egy történetet csinálsz az egészből, és csinálsz egy karaktert. Jó, persze. Hogy én is csinálok karaktereket a lemezen, nagyon kevesen vannak még. Az elején talán gangsterik csinálták, hogy történetet mesél el. Meg NKS, egy pára tudok mondani, talán egy vagy két kezemen tudom megszámolni, hogy hány rapper csinál történetet. Még amúgy annak idején a Dopman is. Itt jön Dopman a 8-ból, hogy 1986 éves voltam, mikor a 8-ba költöztünk. Érted, szóval a saját életét mesélt el, ahogy én is, a busa mennek, stb. Vagy egy történetet másról. Aha. Szóval, hogy csinálok egy utcakölök karaktert, és akkor ő elkezd menni, és mint egy képregényben így az egészet megalkotom, és a végéig arról fog szólni, hogy az ő élete hogy alakult. Vagy kinyírom a karaktert, vagy fogom a Gonzo módszert, és akkor a fekete szakáról írok egy verset, aki egy legenda. Uh-huh. És akkor arról írtam, mit van rajta, nem ezeken. Mindig van valami, volt a Jack Diamond élő személy volt, és volt egy könyv, amit kiolvastam, nagyon megtetszett a karakter, és úgy gondoltam, hogy megcsinálom a Menő című számot, és az ő életét fogom végig kísérni. És senki nem írtam, kerestem utána, hogy mit, honnan vegyek még információt, senki nem tud semmit. Uh-huh. Van az egy könyv, van a Cotton Club, talán az egy film, ami nem is pont róla szól, egy Richard Gere-es gangsterfilm, ilyen régi idők. Nem láttam még sem. És ott is valami ilyesmi, hogy megmenti a gangstert a csávó, mert észreveszi, hogy aládobják a dinamitot az asztalának, és félrelöki a gangstert, hogy megment, nem is tudja igaziból, hogy ki ő, és ez egy újságíró volt, aki félrelökte. Uh-huh. És innentől kezdve szárny alá veszi a gangster. Így ő mindenhova vele megy, és az ő rajta keresztül ismered meg ezt a fickót. Aha. Vagy a Galam Jacket, akit nem tudom hányszor lelőttek, és soha nem halt meg. Vagy hogy mondjam neked, de legvégén persze, de akkor már másért, mert nagyon-nagyon sokat belőttek, és jégcsákánnyal mind a két oldalon kicsit megszurkáltak a buksit, hogy biztos legyen, hogy meghalt. Ma annyiszor túlélt mindent. Uh-huh. Azért volt Agyag Galamba neve. De kemény. Ez jó, és ezt próbáltam ilyen 20-as évek, és akkor ja, Zsolával is csináltuk a Buppinót, szintén lehetett történeteket, hú, Hannibal Lectertől kezdve, bármiről írhatunk, és lehet, körül lehet írni dolgokat, ami minket inspirál. Írtam a képregény hősökről a nickname már régen, és ott is azt is egyszer lehet lelőni, tudod? Hát igen, és azt jól kell. Igen. Akkor igen. Meg ne legyek elfogult, hogy nincs benne a Hellboy, vagy a Teen Ninja Technőcök, vagy bármi más, ami szintén képregény szól. Igen, igen. Fel kell nyitni az emberek szemét, hogy ilyen a világ. Tényleg, te mit szólsz ahhoz, hogy
Scorsese kiakadt azon, hogy ezek a Marvel meg DC filmek Rupót nem érnek, és hogy neki nem veszik meg az új De Niro-s, Al Pacino-s, Joe Pesci-s filmjét, csak a Netflix, és hogy bla bla bla. Hát figyelj... Savanyú a szőlő, vagy van benne valami, amit mond az öreg? Te, mint képregény. Én úgy vagy, igen, tehát mindenketten képregény fanok vagyunk. Igazából, amikor elolvastam ezt a cikket, nekem az első benyomásom az volt arról, hogy kit érdekel. Hát tehát igen, ez, tehát attól függetlenül, hogy jó tenger még tisztelet, amit letett az asztalra mind a kettő ember, de igazából nem számít. Tehát nem számít egy ember véleménye, mert ez most olyan, hogy tehát igazából arra gondoltam, mikor kijön egy film, és egyébként aznak az új része, az első, amikor kijött. És tudod, kérdeztem embereket, hogy én elmentem megnézni, neked hogy tetszett? És ez a szar. Tehát nem, nincs olyan, hogy szar. Olyan van, hogy nekem nem tetszik. Tehát, viszonyítgatnak a régihez képest, és akkor sokkal durvább horror volt az egész, nagyon félelmetes volt. De ki volt? Tehát igen, és... Itt meg már nem volt olyan félelmetes az, hogy egy kicsit elmegy a szeme, amikor bebondzsuk. Igen. Most olyan nem ijedek meg annyira. Pont erre akarok kitérni, hogy megy ez a szar. Tehát szögezzük le, hogy nincs olyan, hogy szar, hanem olyan, hogy nekem nem tetszik. Persze. Tehát lehet, hogy az még valakinek élete filmje lesz, vagy valaki elmegy, mit tudom én, az apjával megnézni, és másnap meghal az öreg, és utána erre miatt fog emlékezni rá, és kurva sokat fog jelenteni. Tehát nincsen olyan, hogy szar. Persze, okay? meg műfajt teremtesz a hibával. Így van. A másik meg az, hogy amit mondasz is, hogy azért régen, amikor csinálták ugye a keresztapát, meg mit tudom én, a gyerekjátékot, meg a mit tudom én, milyen filmeket, ha megnézed, vagy visszamész és megnézed az aznak ugye az eredetiét, akkor azért az inger küszöb nem volt ennyire kitolva, mint most, mert most az van, hogy elmész egy moziba, és minimum városok robbannak fel, meg mi az, amit ma nem láthatsz egy mozivásznon? Nincs ilyen. Mert a technika lehetővé teszi, hogy mindent megmutassanak, amit csak egy ember fejéből kipattan, ugye? Tehát ki van tolva, igen, nem kell hozzá színész, hanem kaszkadőr kell hozzá, igen. És ez az egész barossz, hogy nincs jó színész. Nekem jó színész a Jack Nicholson, a Morgan Freeman, a Gerard Depardieu, azok, akik tényleg színészek, aki el tudja játszani a szerepet, akit így érzem, hogy beleír, érted? Szóval... De pont ezért tetszett nekem egyébként a Joker, látod az új Joker? Még nem láttam, de meg akarom sosem. Na. Tudom, hogy jó színész a film. Pont francia. Azért tetszett, mert ha megnézed ezt ezt az egészet, ami most van, én imádom a képregény filmeket egyébként, még én egy kicsit elfogultabb vagyok a Marvel irányában, mint te, ugye, aki azért 50-50 mozogsz mind a kettőben. Nem mindegyikben, igazából még a Dark Horse-ba is. Uh-huh. Hellboy is a spanom. Én meg szeretem. Conan a barbár. Tetszett az új Hellboy film egyébként? Durva volt. Szerintem valami ilyesmi a képregény. Én amúgy elfogult voltam, az első kettőben nagyon megszerettem a Ron Perlment. Jó, hát igen. Nagyon jó, annyira illik a karakter. A hangja nagyon illet. Meg az egész, szóval, hogy a pacek is olyan volt. A másodikban meg kicsit már ilyen betálos, kemény srácnak láttam a Hellboyt valamiért. Aha. Nekem az, ami nem zavartam úgy. Nem tudtam annyira szeretni, és nem azért, mert rossz lett volna ez a film. Egyáltalán nem, tök jó volt, minden pöpecül meg volt csinálva, még az, hogy igaziból, amikor kinő a szarva, ezt mindenki tudja, ezzel nem lövök le poén, hogy akkor is tök jó átjött az, hogy ő a leghatalmasabb gonosz lény, hogyha akar, de az emberek megszelídítették, és mégis az ő pártjukra áll. Igen. Még hogyha belerúgnak, meg beleszúrnak százszor, akkor is az ő. Szóval egy ilyen, mint hogyha egy Isten át lenne fordítva, érted, hogy angyal csináltak az ördögből. Végül is ez van. Hát ő menti meg a... Igen. Tehát egy olyan karakter, akiben van egy hangyányi seggfejség, és az engedi azt, hogy leszarja, hogy mennyire bántják igazából az emberek, ő úgy van, hogy mégis megvédi. Ja. De mindig visszatérve egyébként annyi, hogy ja, nem nagyon érdekelt, amit mondott, mert azért a fanbázisa mondjuk a Marvelnek szerintem magáért beszélt, tehát nem nagyon kell. Ugye... Meg miről beszélünk? Robert De Niro benne van az új Jokerben, nem? Így van. Hát akkor most az ő filmében is benne van, szóval végül is kicsi, ez halvány égen táncol a pali. Te mondtad a legjobban, egyébként savanyú a szőlő, de nem lehet, tehát nem tudsz, mit tudom én, ha te egy 80 éves öreg ember lenni, és felmenni a netre, és arról panaszkodni, hogy neked bezárt a videótékád, mert a rohadt Netflix. Tehát...
nem látsz ilyeneket, nem látsz gramofon készítő embereket a Hősök terén autókat borogatni, gyújtogatni, hogy de már pedig mert az én bizniszem bezártanul. Tehát haladunk, és akkor szépen tartani kell a lépést. Tehát most olyan Scorsese filmjét is egyébként szerintem ő, tehát ha csinál egy jó filmet, akkor ugyanúgy el fognak menni az emberek megnézni, mert nézd meg, mit csinált a Todd Phillipsnek hívják a rendezőjét az új Jokernek, most nem fog beugrani, igen. Tehát ő egyébként vígjátékokat gyártott. Aztán a Deadpoolt is ő csinálta talán? Nem biztos, tudom, de valami nem, ilyesmi. Szerintem nem. Mindegy, lényegtelen annyi, hogy nézd meg egy CGI, hát biztos van benne CGI, de egy ilyen űrhajóktól, robbanásoktól, bolygót leigázunk, Armageddontól mentes film, és én úgy jöttem ki a moziból, hogy top 5. De nekem benne van. És mondom, hogy az első a Forrest Gump, a második a Remény rabjai. Tehát, hogy én mellé tettem. Uh-huh. Mert a színészi játék olyan volt, hogy hasra estél tőle. Tehát már az elég lett volna, ha Joaquin Phoenixet néztem volna másfél órán keresztül, ahogy ezt a sztori nélküli kitekert karakter csak játsza egy kamera előtt, akkor is elégedetten jöttem volna ki. És nem mellesleg egy úgy mutatták meg egy ember romlását, meg a társadalmat, meg mindent, hogy nem kellett hozzá nagy monológ, meg igen. Nem kellett hozzá, hanem megmutatja nem. Maga. Én azt szeretem jó sztori, jó színész, és készen volt a film. Apropó, azt szeretem a filmbe és a képregénybe és a zenébe is, amikor nincs megmagyarázva. Azt, például mondom, a zenében azt, hogy nincs kijátszva az egy, a képregényben azt, hogy a megdöbbent arcok meg az egésznek a jellege meséli el, és nem a szóbuborék a történetet, hanem maga a rajz elmeséli. Igen. Hogy ránézze a képkockákra, és tudod, mi történt, és a megijedést, mert nagyon jó ki lehet fejezni, mint a szobrász, bármibe, szóval ez csodálatos. Még talán azt szerintem ezért találták el ugye a és a filmben ez amit filmet. Mondtál, hogyha színész valaki, és tényleg bele tudja vinni szívét, lelkét, azért sokat számít, szóval, nagyon. Hogy nagyon. Én ezért mondom Jack Nicholsont is, mert annak nagyon kifejező képe van. Hát és úgy el tudja játszani a karaktereket, hogy hihetetlen. Igen. És most mondhatnám a Jokert is, és az 89-ben volt. Igen, igen, a Tim Burton rendezésében. 11 éves voltam, és láttam, és megvolt a képregény, stb. Szóval, hogy... Igen, nekem még képzeld... Meg gondold meg, amit mondtál, hogy a Scorsese mennyi, 80 éves? Igen. A Stanley bácsi 95 évesen halt meg. Igen. És idősebb volt, mint ő 15 évvel, és mégis megmaradt a karakterei mellett. Igen. És bent fiatalabb volt. Igen, mert az 1000 karaktert, akiről beszélünk az összeset, azt valahogy össze lett fűzve egy multiverzumban, nem is univerzum, multiverzum, igen. Mert itt nem csak egy univerzumról multiverzumról van szó, ugye, aki ismerős a képregények. És még össze is futottak azzal az emberrel, aki csinálta a Batman. Szóval, hogy ez nem olyan, mint két ellentétes energiaitalgyár, vagy kólagyár, vagy nem, bármi nem egymás ellen, mondani. Hanem két képregény, és azt igen. Mondja, hogy az egyik átmegy, a másik az rajzol, mert nekem tetszik az a karakter, azt akarom. Igen. És a másik meg ezt. És ez lenne a lényeg a zenének is, hogy mindenféle zenészek találkozzanak egymással, és akkor én felléphettem a Dés-sel, hogy felléphetnék a Presserrel, vagy tudod, nyílnának a kapuk. Uh-huh. És nem a pénzről beszélek, hanem arról, hogy generáció hasadékok összekötése. És úgy, ahogy én 41 éves vagyok, de ugyanúgy csinálok számot a Vavra Bencével, vagy bármilyen 20 éves gyerekekkel is. És ha megkérnek, és tetszik, amit csinálnak, akkor segítek, megcsináljuk akármi. És tök örülök neki, hogy még így idősebben is. Igen, nyit, meg... Szóval fiam lehetne, de azt mondom, hogy gyerünk, ez az, és olyat is csinálhatnék, hogy azt mondom, hogy tudjátok mit, ó faszt, majd én csinálok minden magamnak, és kész, és mindenki kapja be, majd én fölveszem. Igen, mert igazából tudod, vannak ezek a jaj, kisgyerek, hagyjál meg, mit, nyitottnak kell lenni, és lehet, hogy ő hoz egy olyan ötletet, amiből te el tudsz indulni, mert... Nem lehet tudni, hát a gege is tudod, ilyen. Igen. Igen. Érted, hogy mondott egy ötletet a dadogósra, hogy mit tudom, blablabla halújzza, vagy valami, oké, és akkor ebből induljunk ki. Hmm. Ma Magyarországon mindent a money manipulál, tudod, meg ízre. Uh-huh. És össze van rakva. És az a lényeg, hogy mégis értelmes szavak úgy, hogy egy dadogós sem sértődik meg rajta, és azt mondja, hogy igen, ez igen. Énnek is lenne értelme. Találkozunk? Igen, de ebben van valami okosság. Mindig persze az a jó, hogy ha van stílusod, van valami egyedi dolog, egy ötleted, akkor tök mindegy, hogy milyen géped van, vagy nincs is géped. Az ötlet a lényeg. Ezt mondta a Bergendi is.
tök mindegy, hogy mi van. Ha van ötleted, akkor mindegy, hogy milyen programod van, meg hogy keverted ki, meg kására, meg ilyen vastag a hurka, meg hagyjuk már. Van egy jó ötlet, akkor viszlát. Igen. Azzal mindent megnyesz, ott van, don't worry, be happy. Milyen volt? Milyen volt neki? Egy ötlete. És csak a hangja, nem? Igen. Nem volt benne más, csak minden szája. Igen, igen. És ez ő maga. És minden hangszer, minden ő maga. És ez volt így gyerekkoromban is az egyik úr. Tehát ez tök jó, igen, mert a mai napig biztatja az embereket. Oda megy a Radics Gigihez, megveregeti a vállát, és azt mondja, ez az éneke, tovább nagyon jó hangod van, és csinál. Most tudom, hogy ez nem a legjobb példa, mert van, ami celebről beszéltem, de a lényeg az, hogy azt mondja, hogy jó, és kész. És nem is biztos, hogy tudja, vagy biztos, hogy nem tudja, hogy ki celeb, meg ki nem. Hogy csak annyi a lényeg, hogy van-e hangod, vagy nincs. Ja. Én így vagyok a rappel, hogy tök mindegy, hogy mi van rá, te tovább van, mekkora fuchs van rajtad, meg milyen gizda, vagy mennyi haskockád van, akkor is lereppelem a fejedet, az biztos. Igen. A Fat Boys hogy néztek ki? Három golyó, érted? És mégis jobban nyomták bárkinél. Hát ennyi. Randy MC, ezek se voltak szépségverseny győztesek. A rap nem erről híres, Repto Boys, stb. És igen. Most már hát az van, hogy várjál, most a Nicki Minaj, de elmentem a koncertre, és kérdezték tőlem, na, milyen volt a Nicki Minaj? Mondom, fasza volt. Ja, de nem úgy volt fasza, tudod, hogy hanem tényleg nő volt. De ügyes volt. Szóval én, mint színpadi ember, ezért el tudom azt mondani, hogy minden egyes számra egy másik videoklippet láttam a színpadon megvalósulni. Bejött a francia, bejött a Csíkó, bejött a íz, és mindig pont olyan fejeket tudott vágni, meg úgy előadta a szövegét, ahogy kellett, és kész. És a mellette lévő embereket az teljesen megsemmisítette. Úgy értem, hogy aki bárki volt egy feat, vagy egy közte az a csávó, aki nyomta, nem is tudom pontosan a nevét, mert a Future-t hívta volna, nem ért egy rupót se hozzá képest. Így érzem, hogy annyira sokkal jobb volt a csaj, érted? Szóval, hogy ez is számít. És mit keresek én ott? Hát figyelj, nekem is van feleségem. Szóval arról van szó, hogy ő meg akarta nézni. És tök jó, hát menjünk el, akkor nézzük meg, és ez van. És ugyanúgy jöttek kollégák, Kemon, meg egy csomó mindenki, hozták a csajokat, meg kell nézni. Én egyet gondolok, kimegyek Bécsbe Tech N9ne koncertre, szóval én nem kispályázok, ez semmiből nem tart. 21 euró volt a koncertre a jegy. Magyarországon 20-30 emberi nem tudja több, hogy ki az a Tech N9ne. Ki a Slipknottal csinál zenét, System of a Down, millió arccal csinál zenét, csinált egy terápival egy teljes lemezt, és senki nem tudja, hogy mi van. Közben ő keresi a legtöbb pénzt független kiadóként Strange Music Amerikában. Zenével. De kemény. Zenével és merchandise-szal. Ami most mindenki mondja, már nincs lemeze. Nem az olyan dolgokat, barátom, amit szívesen megvesz bárki. Meg kell csinálni, és igenis belenyúl a zsebébe, hogyha érdekli. Nehéz, mert most például nem tudok Pesten olyan boltot, vagy olyan szponzorom nincsen, ahol így bevihetném a lemez, hogy én most ide lerakom, és ha valaki jön, akkor vegye meg tőled. Hanem minden itt van a zsebembe, táskámba, és majd én eladom. De ennek is megvan a panaszkodás, hanem persze. Hogy találkozol face to face, és akkor látod, hogy kiveszi, meg neki is élmény, mert aki megveszi, az nyilván idézőjelbe téve. Én is megvenném Snoop Dogg-tól a lemezét, vagy bármilyen is. Nagyon szívesen, persze. Bekopoghatnék hozzá, én is elmennék, és megvenném tőle a lemez, persze. De ennek van élmény értéke, mert ő, hogyha mit tudja, kirakja otthon a bakelit, és valaki átmegy hozzá, és megkérdezi, hogy te fiam, már mi az, akkor elmondja majd a sztorit, hogy hogyan ment el érte. Tehát ez egyébként kap egy fotót is, persze, meg aláírom igen. Neki, és megmarad neki az örök élmény. Igen, ez egy örök igen élmény, hogy kézből megy, és nem csak egy, ezt sok ember megcsinálhatja, amikor csináljon aláírást egy boltba, és akkor mindenki beülhet aznap. De én elmegyek hozzá egyedül is egyenként. Ott, onnan, ahol lakom, eljövök és találkozok vele. Nekem nem kell az 10 ember. Szerintem tiszteletbe tartom azt is, annak az embernek az idejét, akinek eladom. Azt az egyetlen egy CD-t, és most nem arról szól, hogy nekem mennyi pomázról bejönni, vagy ilyesmi. De ez egyébként dicséretes nagyon, mert... Nekem ezek adnak egy kis löketet, hogy érdemes benne. Csinálnod ezt az egészet. Ma az emberek bíztatnak, és mondják, hogy csinál tovább. Az Csíves. Anyámtól kezdve az égvilágon mindenki, ő ez az, és kínáljad neki, szóval mindenki büszke rád, tudod, és akkor hát most mit csináljak? Akkor lemegyek a pinyóba, bekapcsolom a gépet, azt fölveszek megint egy új számot. Nagyon király. Legyen keretes. Menjünk tovább, mármint úgy tovább, hogy szedjük szépen sorba, hogy miben vagy benne, és hogy mondjuk aki hallgatja a podcastet, az mikor találkozhat veled így legközelebb, vagy mire várhat éppen a lemez, vagy bármit. Vagy te egyedül. Jó.
Hát én egyedül ezt a lemezt csinálom meg, amin lesz 40 szám. XL lesz a címe, és nem a méretem, mert a sokkal több szóval 3XL-es vagy, oké, 130 kilós. A XL az, hogy latinul 40. Képzeld el, hogy 40 éves lettem, de nem akartam azt, hogy ugyanaz legyen a neve, mint a Busa 40-nek. Tudod, igen. Hogy a... Annak szóval... meg az, hogy XXX. Hát látom. igen, az, hogy mindegyik X, és akkor végül is így be van X-elve, hogy melyik lemez jött ki. Uh-huh. Akkor még van ez a projektunk, ugye a Hungarian Hip Hop History, az ugyanúgy kapható. Van a Zuboly, azzal is tervezünk egy új lemezt csinálni, uh-huh. meg vagyunk egy fesztivál. Annak, aki mondjuk így nem ismeri mondjuk a Zubolyt. Ez egy népzenés, egy broken ethno, végül is egy összetört ethno. Beatbox van benne, cicélés, falevéllel, kecskeduda, népi hangszerek, brácsától kezdve az égvilágon, nagybőgő, és ugyanúgy repelés, meg népzenék átdolgozása, popzenék, minden, amit el tudsz képzelni, szóval mondjuk egy Depeche Mode kecskedudával, drum and bass feldolgozásba. Tegyük föl. Szóval minden, semmi nem lehet. Jó, az Zuboly számára. És olyan, mint egy nagy DJ, aki még nem hallott róla, hogy úgy játszunk a zenét, hogy egymásba keverődnek a zenék ott élőbe a hangszerekkel, és megyünk át a másik számba, és csinálunk egy ilyen fúziót belőlük, ez a Zuboly. Nagyon király. Tök jó, mert ez egy ilyen olyan történet, amit a 2 éves kisgyerektől kezdve a 95-ös papáig mindenki meghallgat és flashelhet meg. Ráismer egy-két számra, amit ő is ismer, vagy dallamot, és nagyon szeretik az emberek, szóval ez is már 15 éves projekt. Mangáni 808-et nyomjuk a metált a fogrékkal, ezerre ezt te is tudod. Hát így van, voltam koncerten, igen. És ott is folytatni akarjuk, és minél több számot csinálni, és akarunk még lemezt csinálni. Ugye az első az megjelent a Bupinósan, rajta van 4 szám, utána kijött a Hős utcás cuccunk, és így haladunk 4-esével szépen, hogy 4 számonként jövünk ki újra. Uh-huh. Aztán nyertem pályázatot, abból jön ki majd ebből a lemezből 300 darab, mert nem lett volna dupla. Szóval egy kicsit elfelejtettem, hogy dupla CD-t csináltam, és annak a költség az majdnem, hogy dupla annyi. Uh-huh. És akkor úgy voltam, hogy pályázok, hát most végül is mit veszítek vele, aztán nem is veszítettem, nyertem vele. Ennyi. Ezért ezt majd, ha holnap a kész a borító, akkor ezt is intézgetem, le van maszterelve, küldöm az anyagot, 3 hét mire legyártják, aztán még. Szóval a falat lesz az új lemez, ez a terv. Na, akkor pont jó az időzítés, így még akár véletlenül. Igen, hát még mik vannak? Mangóval ugye decemberben jön ki a 4. része ennek a Busástusznak, és akkor már mindenki megveheti az egész kollekciót egyben. És kiteheti a fejedet a falra. Aha, ennyi ki is van, már a Jusk-be lehet kapni ilyen keretet, ami pont akkor, mint egy lemez, és akkor ami megjelentem azokat, szóval szépen teli van a falam vele. Nekem ezek az aranylemezek, ami igaziból lemez is. Szóval így van. Nem csak az, egy ilyen plakett, igen, hanem valódi lemez. Meg így vagyok vele, hogy én is ezt szeretném. Minden ember, aki ezen a lemezen rajta van, meg mindegyik magyar rappertől, hogy tegye le elém így a lemezét, szeretném, megvenném. Tényleg, na. Vagy mindenkiét, érted? Szóval, persze. Hogy a Péterfi borítól kezdve a Kissillagi, mindenki, aki kiadott Bakelitet, az mind megvan otthon, vagy érted? Igyekszem a magyar dolgokat követni, hogy itt is van vinil kultúra, és egy külföldi el nem engedi, tudod? Mert nincs ilyen máshol, csak itt, és van 100-200 darab. Uh-huh. De egy DJ-nek az az exkluzív, hogyha olyan cucca van, ami másnak nem. És kérdezik, hogy Pista, hát ez mikor jön ki, meg az mikor jön ki izén, meg nem jön ki CD-n, gyerekek, ez nem jön ki CD-n, ez vinil, az kész. Ennyi. Vegye egy lemezjátszót, menj le a bolhára, 200 forint, rakd rá. Azt akartam mondani, hogy egyébként egy lemezjátszó ma már... Hát meg, hogyha igényesebb vagy, és tényleg lemezeket akarsz gyűjteni, hát, mindenféle, most érted, ha Elvis Presley-t akarok, azt rakom föl, nekem minden zene megvan otthon, mert csak belenyúlok, leteszem, tök jó érzés. Meg amúgy, hogyha tényleg jó zárás. Ki tudom szállni egyet a tokból? Csak hogy lássák, hogy ez azért szerintem nagyon szép kék. Rossz. Igen. És hogyha tudod közelebb vinni egy kicsit, persze. Hogy ilyen márványos az egész. Nagyon szép. 40 mikrofon. Hát 40 évesen. És akkor mindenféle sláger van végül is az első az Ári Mafián. És van egy új szám is, amit soha nem fog játszani a rádió. És mindenkinek lehet a fejébe egy logikai buborék ez miatt. Mi a szám címe? Kapitalizmus. Igen. Igen, szóval vannak rajta különlegességek. És nagyon örülök, hogy velem ez megtörtént. Én azt gondoltam, hogy ha életembe egyszer egy Bakelitet is ki tudok adni, akkor az mekkora király erre megdobott az élet 4-je. Na hát, és még vagy... Még úgy néz ki, hogy... Még vagy.
100 ilyet nézzük meg. Igyekszünk minden megcsinálni. Következő, képzeld, elkezdtem basszusgitározni, vettem egy basszus ukulelét, amilyen veszegettem föl, scratchelgetek, didgeridúzok, van hegedűm is otthon, van egy harmónium otthon, lehet nyomatni. De király. Szóval most olyan lemeznek számokat próbálok készíteni, amit én magam csinálok mindenben. Mindent, aha. Vagy elhívok zenészeket, hogyha úgy érzem, hogy ezt én már nem bírom kijátszani, vagy ilyesmi. Még egyenlőre elég bárgyú ez a dolog, hogy 2 hónapja csinálom kb. Basszusgitározást, de legalább elkezdtem, és igen, ennek kiszentelem az időmet, hogyha van egy kis időm, lemegyek, aztán szépen elpengetem magamnak. Na, legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Aztán egészséged, hát én már így üresen, mert lehúztam egészségedre, lehattam. Aztán követünk, meg ja, tényleg még annyit, hogy hol lehet téged elérni ilyen social médián, Facebookon, Instagramon, Busagram néven 2 M-mel, Facebookon ugyanúgy, hogy Busa Pista hivatalos oldala, és ott lehet írogatni. Hogyha én nem nézem meg, akkor megnézi az asszony, vagy a menedzsereim, vagy ilyesmi, mert én amennyire tudom, kerülöm azért úgy a egész nap telefonos nyomkodás, mert persze. Elveszi a kreativitást amúgy az emberekből, mert amit tud a Google, azt nem te tudod. Igen. Próbáld ki, hogyha nincs a telefon milyen. És például nem nagyon fogdostuk ez alatt, és a saját gondolatainkból merítettünk, és amikor elveszik a gyerektől, akkor már... Vagy a világ, mi történik. Jól van, akkor nyitva tartjuk a szemünket, és akkor a fővárosi repcirkusz lesz majd nem sokára. Azt még... Igen, Újpesten lesz, majd az infókat átdobom. Majd szerintem be is tesszük linkbe a felvétel alá, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, Pista. Szívesen, testvérem, így tovább. Köszönöm. Tök jó volt, nem? Tök jó volt, igen.